A DK és a Momentum Gödi konfliktusáról szólnak az utóbbi hetek hírei az ellenzéki oldalon. Bár Fekete Győr András és Gyurcsány Ferenc már többször egyeztetett az ügyben, és három érintett DK-s párttagságát is felfüggesztették, egyelőre nem oldódott meg a helyzet. Hogy ez az ügy mennyire nyomhatja rá a bélyegét az ellenzéki összefogásra, azt Lengyel Lászlótól kérdezzük. Lengyel László, aki közgazdász, politológus, a Pénzügykutató ZRT vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Közgazdász és politológus, és ez nekem most különösen fontos, mert hogy azzal indulnék, hogy a véleménye szerint, vagy mennyire hisz abban, hogy az Orbán kormány támogatottságát alapvetően határozza meg az Orbán kormány gazdasági teljesítménye? Részben meghatározza, tehát kétségtelen tény, hogy egészen az utolsó időkig azzal, hogy ráébredt az Orbán kormány, hogy a szimbolikus politika nem elég, tehát nem elég migránsozni, és nem elég adott esetben bűnbakokat találni, ezért a járvány előtti Orbán kormány politikája az egyértelműen egy nagyon erős gazdaságcentrikus, kifejezetten bér- és nyugdíjemelő és a gazdasági növekedésre hangot adó politika volt. És ez a járvánnyal elmúlt? Csak gondolok a miniszterelnök legutóbbi rádió interjújára. Azt gondolom, hogy egyrészt a járvánnyal elmúlt, mert nincs. De én azt gondolom, hogy nem is vált be. Tehát ez a másik problémájuk, hogy 19. októberében éppen az önkormányzati választásokon derült ki, hogy a gazdasági teljesítmény, amely a legmagasabb volt, és a legtöbb jövedelmet hozta Budapesten és a nagyvárosokban, itt kerestek az emberek a legtöbbet. Ha tetszik, a haszonélvezői a Fidesz kormány elvetörésének gazdasági értelemben, az Budapest volt és a nagyvárosok. És úgy leszavazták a Fidesz, mint a pincs. És jellemző, hogy azok, akik vesztettek, mert valójában a vidék súlyosan veszített ebben az időszakban, a szegények, azok szomorúan mondom, de a szegények, azok a Fideszre szavaztak. Tehát a középosztály, amelyik nem járt rosszul gazdasági értelemben, az elmúlt években, az kifejezetten ellenségessé vált a Fidesszel, kifejezetten nem kért, tehát ha tetszik, nem lehetett megfizetni, most ezt is mondanám. Az, hogy kompenzállak téged, hogy miért emelek, nem számított. Hadd mondjam azt, hogy azok, akik föllázadtak, hát ezt láttuk 19 elején, sztrájkok, hát azok pontosan azoknak a nagyüzemeknek a munkásai voltak, akik relatíve jól élnek. Az Audi munkásai nem a szegények voltak, tehát azok középosztályos életmódú emberek voltak, akik követelték, hogy itt ebből elég volt, vége. A jó gazdasági teljesítmény, vagy annak a haszonélvezése az ezek szerint nem jutalmaz. De igaz-e az ellenkezője, hogy a szegénység vagy a leszakadás büntet? Tehát, hogyha itt most az emberek a bőrükön érzik azt, hogy elkezdenek sokkal rosszabbul élni, akkor azért elfordulhatnak-e? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát először is azt, itt két nagyon súlyos hibát vétett a Fidesz a járvány idején, annak ellenére, hogy látszólag megúszta. Az egyik hiba, hogy úgy gondolom, hogy a gazdasági segítséget, amit meg kellett volna adnia, elsősorban egyébként bármilyen furcsa saját választóinak, tehát azoknak a kis embereknek, akik vállalkozásaikkal itt csődbe mennek. Ezt nem tette meg. Nagyon szűkmarkú volt. Ezt tudjuk róla, nagyon szűkmarkú volt. Nem adott. Ahhoz képest, hogy mit adtak mondjuk Nyugat-Európába, vagy Amerikába, ahhoz képest nagyon keveset adott. A másik hiba, amit elkövetett, és ez több mint a hibánál, ez bűn, hogy lényegében látványosan elvett pénzt az önkormányzatoktól, és átnyújtotta Mészáros Lőrincnek, Tiborcz Istvánnak, és a lényegében a kedvezményezettjeinek. Ezt mindenki látta. Tehát látványosan, hirtelen kiderült, hogy ők kapnak a szállodáikra, ők kapnak a hőerőművekre, ők kapnak mindenre. Oda kötnék, hogy azt mondja, hogy ezt mindenki látta. Tehát többféle valóság létezik, és ezt látjuk nap, mint nap. A miniszterelnök arról beszél a rádióban, hogy a magyar egészségügy az egyik legjobb Európában.
Miközben minden nap megéljük, hogy a magyar egészségügy milyen. Nem lehet egy ugyanilyen párhuzamos valóságot a munkanélküliségből, vagy a foglalkoztatási adatokból és az életszínvonalból is felépíteni. Csak elég hangosan kell mondjam, hogy jobban élsz, és már el fogod hinni. Csak elég hangosan mondom, hogy van munkád, és azt fogod hinni, hogy van munkád. Hát az első, amit rögtön már mondanék, hogy a legnagyobb probléma, hogy a kormány adatai nem hitelesek. Tehát ő mondhat, amit akar. Ilyen mértékben meghamisítva, ahogyan az elmúlt hónapokban beszélt a gazdaságról, most nem is azokról a kalandor kijelentésekről beszélek, amit Matolcsy György, aki kanyarban előzi és növekedési számokat ad elő, hanem tulajdonképpen egyszer nem jönnek össze az adatok. Tehát ezt a pénzügykutatóban megmérték? Az az igazság, hogy nagyon nehéz hogy mérjünk meg valamit, amikor az alapadatok se stimmelnek. Hát valaki nem képes. De akkor hogy tudja, honnan tudja azt kijelenteni? Megmondom, azoknak. Nagyon egyszerű. Látjuk, hogy kik a mi fő piaci partnereink. Itt van Németország. Ha Németországban, amelytől a legkönyörtelenebbül függünk, ilyen visszaesés van, amilyet látunk, akkor egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a magyar növekedés bekövetkezzen. Ugyanazokról az autógyárakról van szó, ugyanarról a Siemensről van szó, tehát ne szórakozzunk, vagy ha most nézzük megint a világ tendenciákat, hát de egyébként most azért ez végül kiderült, hát ha nincs turizmus, nincsenek külföldiek, akkor azért ezt mégiscsak nehéz előállítani hirtelen. Ehhez képest a kormány azt mondja, hogy az év végére a foglalkoztatási adatok azok megközelíthetik, vagy elérik a tavalyi év végét. Jó, de erre most tényleg azt kell mondanom, hogy természetesen az elmúlt időszakban folyamatosan hamis szövegeket nyomtak. Tehát én azt hiszem, hogy ebben ők irtó gyakorlottak. Az igazi nagy probléma, és akkor egy pillanatra vissza is megyünk az ellenzékhez. Nem volt összefüggő magyarázat az ellenzéki oldalon. Láthatólag nem jött létre egy olyan ellenzéki csapat, amelyik mind a járvány ügyében helyes és világos adatokkal és értelmezéssel állt volna elő, sem a gazdasági válság ügyében. Ezt de hogyha önök a pénzügykutatóban nem jutnak hozzá alapadatokhoz, akkor hogy jutna hozzá az ellenzék bármelyik? Bocsánat, először is országgyűlési képviselők. Ezek közérdekű adatok volnának. Én tudom, hogy hamisítani mindig lehet. De ez a dolguk. Természetesen nekünk is ez a dolgunk, hogy elemezzük. De azt kell mondanom, hogy mivel annyi adat sincs, és annyi összefüggés sincs, amelyből világosan kihoznák, és újra mondom, csapatoknak kéne lennie, akik az egészségügyi és a gazdasági adatokból értelmes, elemző munkával megmondanák, hogy hol vagyunk. Hát, hogy az ellenzék ezt nem tudta a javára fordítani, azt nagyjából látjuk a mérésekből, tehát kiderült, hogy az első hullám után a Fidesz legalábbis nem gyengült, tehát hogy megőrizte a támogatottságát az ellenzéknek, ezt nem sikerült szavazatokra fordítania. Mit gondol arról régóta élő ellenzéki vízióról, hogy majd az ellenzék az önkormányzatokból dobbant? Ugye most megszereztek jó néhány hétfőállást, Budapestet és több nagyvárost. És akkor? Igen, hát azt gondolom, hogy ennek vége. Ennek vége. Ez igaz volt. Tehát ez háromnegyed évig igaz volt. Tehát mint annak van vége, hogy ez egy hibás feltételezés? Ez egy helyes feltételezés volt, de nem éltek vele. Tehát az a kis probléma van, hogy rögtön az elején, amikor lényegében valóban sikert értek el, egyébként itt csak zárójelben mondom, én a közvéleménykutatási adatokat se hiszem. Először is két okból nem hiszem. Az egyik, hogy az önkormányzati választások előtt a közvélemény kutatók mind pofára estek, és lényegében teljesen sikertelen volt. Második, hogy nem hiszem a közvélemény kutatást azért, mert a választó ellenzéki, és nem valamelyik pártra szavaz. Ha oda lenne írva, hogy ön kormányra vagy ellenzékre szavaz,
akkor az ellenzéki szavazatok száma óriásival megnőne. Azonban nem a szocialistákra, a DK-ra, a Momentumra, vagy a Jobbikra akarnak szavazni. Ez az ellenzék egyik legnagyobb problémája, hogy így, mint egységes ellenzék erős, úgy, mint pártok, gyenge, és ez világosan kiderült. Ne lépjünk azért azon túl, az nagyon kemény, amit mond, mert végül is az a mondása, hogy az ellenzék elbokázta azt a lehetőséget. Igen. Megmondom, hogy miért. Rögtön az elején a budapestiek vezetésével, ezt most óhatatlanul, mert zászlóshajó, meg kellett volna csinálni egy önkormányzati egységet. Létre kellett volna hozni, én akkor is javasoltam a Szabad Városok Szövetségét, amely egységesen megmondja, hogy hol vagyunk, mit örököltünk, benéz a kasszába, Budapesttől Érdig, Egerig, Szegedig, mi van? Utána megmondja, hogy mit akar. Ez egy nagyon világos, ezt rögtön az első hónapban meg kellett volna csinálni. Nem tették. Azóta se álltak össze, de annyira nem álltak össze. Igen, csak rögtön a víz alá nyomták a fejüket. Szóval, hogy ha valaki levegőért kapkod, azt nehezen lehet számon kérni rajta, hogy nem kezd el kórusban énekelni. De bocsánat, éppen azért is, mert hogy nem fogtak össze, és nem egymást próbálták kisegíteni a vízből. Ezért egyenként megfojtották őket. Mindenki a saját problémájával volt elfoglalva, ennek következtében nem rakták össze a problémáikat, és nem képviselték együtt. Egyébként valljuk be, előre lehetett tudni, hogy egy könyörtelen ellenféllel van dolguk, és amit örökölnek, az egy rossz örökség. Ezt ha nem tudták, akkor ne választassák meg magukat. Tehát tudhatták, hogy a kassa üres, sőt adósságokkal van teli, és azt is tudhatták, hogy Orbán Viktor nem egy vicces fiú. Tehát az fel kellett készülniük, egy óriási pofonnal kezdi. Meg is tette. És szeretném mondani, hogy ha te nem vágsz vissza, ez az ember csak kizárólag az erőből tanul. Ha te nem vagy képes úgy leülni vele szembe, hogy én képviselem Budapestet és a nagyvárosokat. Ez tudja, hogy hány szavazó? Önnek a szavazói? Ön most Budapestet el akarja intézni? És megkérdezem a Fidesz budapesti képviselőit. Budapest mellett álltok? Vagy azok mellett, akik most éppen Budapest kirabolják. Ezt ugyanezt megteszem. Érttől bármelyik városig. Nem tették meg. Szeretném mondani, még annyit se tettek meg, hogy a budapesti önkormányzatok összefogtak volna. Egyenként nyírják ki őket. Nincs semmiféle szolidaritás a kerületi és a fővárosi önkormányzatok között se. Na de ha ez így van, akkor ez azt is jelenti, hogy el is ment a hajó. Ugye itt mögöttünk úsznak a hajók. Szóval, hogy 2022 az már így leúszott? Nem. Hát először is az, ugye van egy óriási különbség a korábbiakhoz képest. Létezik a választó. Tehát az elit azt szerintem elrontotta. De a választó létezik, ettől nem igaz az, hogy Budapest vagy a nagyvárosok lakói megszerették Orbán Viktort. Hát állítom, hogy még jobban utálják, hát dehogy is, hát éppen észrevették, hát most rabolták ki őket, hát ők éppen azt követelik, amit én most mondtam, miért nem állsz a sarkadra, miért nem állsz kiértem, miért nem mutatsz rá, hogy a Lánchidat, hány Lánchidat adtak át Mészáros Lőrincnek? Hát ezt kéne mondani, ki kéne egy molinón tenni a Lánchidra? Ez mit Mészáros Lőrinc hídja? Hát ki kéne tenni, ahogy a Balaton partja? Hát ne szórakozzunk, hát mindenki ebből a szempontból, tényleg mindenki tudja, aki egyszer a Balaton partjára oda ment, és megkérdezi, hogy ki ez a föld. Na most ez az, amit nem tettek meg. Ugye legalább két dolog hiányzik. Egy név, aki miniszterelnök jelölt, és aki azt mondja, hogy vállalja is. És hogy mondjuk ne legyenek Gödi történetek, amire rá lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy lám-lám. Hát egy ekkora város nem tudnak elvezetni, mint Göd. Mit kezdenének az országgal? Igen, mind a kettő jó kérdés. Az első, hogy többek között azért is van vége, azt hiszem, az önkormányzati korszaknak, mert Karácsony Gergely lényegében az elmúlt hónapig lebegtette, hogy ő esetleg a kormány főjelöltje. Ez szerintem egy hibás lebegtetés volt, az elején meg kellett volna mondania, hogy az vagyok, vagy azt kellett volna mondani, hogy nem. Budapest. Én egyébként a nemet mondtam volna eleve, és Budapesttel kezdtem volna foglalkozni, meg kell mondanom, hogy a ütések nagy része Budapestre azért háromlott, mert az ellenfelet ütötte a
miniszterelnök jelöltet ütötte Orbán Viktor. Tehát ez, látjuk is, mintha mi se történt volna, ma néma csönd van, Budapest mehet, senki egy szót se szól Karácsony ellen. Azt kell mondanom, hogy a Gödi példa pedig pont azt mutatja. Képzeljük el, hogy valaki átveszi a kormányzást Gödön. Azt hiszi, hogy neki vígan a Samsungból egy csomó pénze van. Betervezi, majd egyetlen nap alatt elveszik tőle. Na most én tudom, hogy belül biztos rémes dolgok történnek. De azért, ha valakit kirabolnak egyetlen óra alatt, azért nem nagyon várhatjuk tőlük, hogy most szerintem az iszonyú kétségbeesés. Tehát a helyükben én lemondtam volna, megmondom őszintén, vagy pedig folyamatosan tüntettem volna az utcán, de az biztos, hogy ez, hogy egyik napra a másikra kirabolhatók, ez irtózatos csak. De hát az a furcsa reakció fordult elő, hogy a kirablottak nem a rablónak estek neki, hanem egymásnak. Ez így szokott lenni. Sajnos ez így van. Kinek vitték el a holmiát, kérdezik egymástól. Jó, ez az igazság, hogy Göd egy rossz példa persze, mert azért a többi városban megpróbálnak valamit a semmiből is csinálni, és én nagyon nagyra becsülöm őket. Tehát most előbb bíráltam, de az önkormányzati vezetők szinte reménytelen helyzetben háborúznak, magukra hagyottan. Én újra csak azt tudom mondani, forduljanak a választóikhoz, kifelé kéne fordulni. Végre a választóik megértenék, hogy mik az igazi bajaik, és szerintem a választóik segítenék őket. Ezzel együtt az önkormányzati korszaknak ezek szerint vége, mondja Lengyel László. Azt hiszem, hogy igen. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.